Big Brain címmel rendeznek angol nyelvi versenyt a Rákóczi úti általános iskolában. Mit tudhatunk a verseny múltjáról? Hány éve rendezik meg ezt a versenyt? Hát ezt a versenyt már harmadik éve rendezzük, és ezért ez a harmadik Big Brain verseny. Hát ahogy elindult, először régió, meg ilyen városi versenynek indult, de hála Istennek most már területi versenyé vált. Hát bízunk benne, hogy jövőben már országos lesz. Sokan is jöttek volna, akár Debrecenből is, csak mivel hát elég kis iskolán vagyunk, és nem tudjuk ezt a kapacitást elfogadni most, úgyhogy akkor reméljük, hogy jövőre már tudjuk bővíteni a létszámot. Ha kell, akkor két napos verseny lesz belőle, hogy országos legyen. Tehát hát a célom elsőben az, hogy amióta elkezdődött ez a két anyanyelvű képzést nálunk, megálmodtam, hogy mégis jó lenne, ha közel jönne a két vagy a sok iskola is egymáshoz, és legalább jobban megismerik egymást, meg a szaktanárok is, és így tapasztalatokat is tudjunk cserélni. Úgyhogy ez a verseny, ahogy visszajelzést is kaptam már első évtől kezdve, tehát meg tavaly is, a kollégák azt mondják, hogy tényleg nagyon jó ötlet volt, és ugyanúgy mindenki már alig várja, hogy részt vehessen ebben a versenyen, ezen a versenyen. Hát remélem, hogy a jövőben még akik majd csatlakoznak, érzékelni fogják, és ugyanúgy tehát tapasztalni fogják, hogy mennyire fontos ez, mert a gyerekek egyrészt felkészülhetnek a nyelvvizsgákra is, mert tudjuk, hogy a 102 szintet kell elérni a 8. év végén, de Törőszent Miklóson, ahogy ott is már elkezdődött, mert néha ott is ott vagyok, tehát most már középfokú nyelvvizsgát is szereztek, ugye a gyerekek többsége, és ők is részt vesznek mindig ebben ezen a versenyen, úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben, tehát bővül a létszám, és sőt, még azok is jöhetnek, akik csak MS szintű angolt oktatnak, tehát abban az iskolában, és nem csak a két anyanyelvűeknek szól. Hány diák vesz részt a mai versenyen? Hát körülbelül 108 diákra számítottunk ma, akik visszajeleztek, és biztos is, hogy jönnek. Hát lettek volna még többen, de mivel bizonyos okok miatt nem tudtak részt venni, úgyhogy ez a 108 létszám is nagyon-nagyon sok nekünk. Úgyhogy bízunk benne, hogy jövőre bővül a létszám, és majd megszervezzük a versenyt, és ahogy mondtam, akár ha kell, akkor két nap lesz a verseny. Hanyadik osztályos tanulók számára tartják meg ezt a megmérettetést? Igen, a verseny elsősorban a második évfolyamtól kezdődik, a második évfolyam, a harmadik, negyedik és ötödik évfolyam. Ezért van ötödik évfolyam, mivel mi 5 éve kezdtük ez a két tanítási nyelvűt. Hát a hatodik évfolyamtól kezdve már nem szervezettem, mivel ugye mi nem tudnánk részt venni. Tehát ez a célunk is, hogy a gyermekeink is akkor legalább tudjanak, hogy megtanulják, hogy kell versenyezni a többi gyerekekkel. Úgyhogy azt mondom, hogy második évfolyamtól az a minimális követelmény is, az, hogy tudjanak helyesen írni, és még a halásértési feladatokat is, hát sajnos birkózni kell. Úgyhogy két évvel ezelőtt is nagyon jó sikerült, úgyhogy a kollégák is meglepődtek, sőt, még a nyolcadikosok is, akik asszisztáltak, és ott voltak a teremben, amikor a quiz elhangzódott, hát meglepődtek, hogy hát sok kérdésre nem tudtak volna válaszolni. Milyen típusú feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak ezen a versenyen? Hasonlóak-e a nyelvvizsga feladataihoz? Hát azt mondom, hogy részben hasonló, de annyira nem. Tavaly előtt 3 részből áll a feladat. Idén, mivel elég nagy a létszám, akkor 4 részből áll majd. Ami azt jelenti, hogy mindenképpen minden évfolyam részt vesz a quiz feladaton. Ezután akkor a második évfolyam két csoportos feladata lesz, illetve quiz együtt, és így két egyéni feladat is lesz nekik. Ugye, ami az az egyéni a második évfolyamban, az, hogy a szókincsüket nézzük, és a helyesírás készséget mérjük, meg hát a bizonyos kifejezés, meg alásértés gyakorlatokat is figyelembe veszük.
A harmadik évfolyamban már egy kis nyelvtan, az a minimális nyelvtan, amit már tanultak, tudtak, tehát minden iskolában is oktatják azt. Tehát ezt kell felmérni nekünk is, hogy a mi gyermekeink, illetve azok, akik ugyanúgy részt vesznek, hogy állnak, tehát tudásilag is, hogy ők is a quiz feladaton keresztül, tehát a szókincs fejlesztésig, tehát ezen fognak részt venni. A negyedik évfolyam szintén ugyanúgy a quiz, és ott is ilyen két csoportos verseny lesz, aztán két egyéni verseny, de ötödik osztályban már kicsit nehezebb, mert ők már felső osztályban vannak, és szerint felső osztályban léptek, hogy ők már inkább ilyen középhaladó feladatokat kapnak. Hát ez az első alkalom, hogy ezt rendezzük az ötödik évfolyamnak, hát majd megnézem, hogy jól sikerült, és a jövőben már erre figyelek, hogy hatodik évben is akkor milyen feladatokat állítsak össze. Tehát ott már egyetlen egy quiz feladat lesz nekik, ami csoportos, és a maradék három feladat azt már egyénileg oldják meg. Hát szeretnék üzenetet mondani a kollégáimnak, akik tényleg támogattak, hogy megvalósuljon ez a verseny elejétől kezdve, tehát a szinteni dolgozóknak, és ugyanúgy az igazgatóasszonyunknak, Kati nénének, és hát Gozán Zsoltnak, az igazgatónak, és végül a Bata Attila polgármester ugye helyettesének, meg a Herceg Zsoltnak is, a polgármesterünknek, és Ági István, a Klik igazgatóknak is, ugye nagyon szépen köszönöm, és főleg a páromnak, aki mindenben segített.